szerencsét. Még egyszer kicsit talán határozottabb leszek. Jó szerencsét. Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, aki a mai bányásznapi rendezvényre elfogadta a meghívásunkat. Köszöntök mindenkit Istenmezeje község önkormányzata nevében, az Istenmezeje fejlődéséért közalapítvány nevében, valamint a Terra Mater környezetvédő közhasznú egyesület nevében. Ezek a szervezetek azok, amelyek anyagilag szponzorálták, támogatták a mai napi rendezvényt. Szeretném átadni önöknek Sós Tamás képviselő úr üdvözletét. Meghívtuk a mai napi rendezvényre, elfogadta a meghívást, sajnos a miniszterelnök úr magához kérette, ezért nem tud jelen lenni. A következő alkalom, amikor képviselő úrral találkozhatunk, az a szeptember 17-i búcsúi napi labdarúgó mérkőzés. Erre határozott ígéretünk van tőle, hogy megtisztel bennünket. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon örülök annak, hogy vendégül tudjuk önöket látni. A mai időben sajnos nincsenek bányák, nincsenek működő bányák a környéken, amelyek annak idején támogatták és szervezték a bányásznapi ünnepségeket. Tehát így ezt a feladatot egy nagyon kedves kötelességnek tekintve én úgy gondolom, hogy Istenmezeje község önkormányzatának fel kellett vállalnia, hogy megemlékezzünk legalább egy esztendőbe, egy napon azokról az emberekről, akik megalapozták ennek a településnek a jelenét és a jövőjét. Mert én úgy gondolom, hogy a bányászok azok, akik elkezdték építeni ennek a falunak a hírnevét, és büszkék lehetünk rá ma Heves megyébe, de véleményem szerint az egész országban is híre van Isten mezejének. Jó híre van. Nagyon nem mindegy, hogy milyen. Mivel termelésekről és kitermelt mennyiségekről én nem tudok tájékoztatást adni önöknek, így szeretnék egy pár gondolatot elmondani arról, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 évben, de az elmúlt esztendőben is mire fejlődött Istenmezeje község? Hát kérem tisztelettel, 1990 óta sikerült kiépíteni a teljes infrastruktúrát a településen, ugye nálunk is megjelent a vezetékes ivóvíz, minden egyes lakásban van most már, aki igényli telefon, megvalósult a gáz- és szennyvízberuházás. Nagyon fontos, hogy a szélessávú internet elérhetőség is megvan a faluba, most épül kifele Pétervásárától az optikai kábel, és remélem, hogy még a tél beállta előtt ezt a szolgáltatást is mindenki igénybe veheti. Az elmúlt 4 esztendőben az intézményeinket tekintve sok energiát és pénzt fordítottunk a napközi otthonos óvoda fejlesztésére. Önök tudják nagyon jól, önök voltak azok, akik társadalmi munkába, vagy valamilyen más módon, vagy pénzhozzájárulással segítették ennek az óvodának a felépülését. Most 27. éves az óvodánk. Az elmúlt 4 esztendőben közel 50 millió forintot fordítottunk ennek az épületnek, ennek az intézménynek a felújítására, fejlesztésére. Nagyon nagy dolog, nagyon szép, nagyon csodálatos, teljes kihasználtsággal működik, maga az óvoda is, de maga az óvoda konyhája is. Hát ami bánatom nekem az, hogy a gyereklétszám az sajnos egyre fogy, egyre apad. Nem úgy vagyunk már, mint voltunk ezelőtt 40-50-60 esztendővel, hogy 4-5 gyerek egy családba, esetleg 8 gyerek egy családba, 1 gyerek, 2 gyerek, és akkor hát fogy az utánpótlás. Gondot fordítottunk arra lehetőségeink szerint, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utakat felújítsuk. Az elmúlt 4 esztendőben 5 utcát tudtunk aszfaltoztatni. Nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel, de többre nem volt lehetőségünk. Bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódik, és az elkövetkezendő 5-6 esztendőben remélem, hogy minden egyes utca aszfaltozott lesz Istenmezején. Megpróbáljuk a forrásokat úgy csoportosítani,
hogy ez megvalósulhasson. Emellett én úgy gondolom, hogy jelentős figyelmet fordítottunk arra, hogy az 1990 óta kissé ellaposodott közösségi rendezvényeket megpróbáljuk újjáéleszteni. Ezeknek a sorába tartozik a bányásznap, az adventnap, a jótékonysági bál, a hunyadi nap, az október 6-ai emlékfutás, tehát próbáljuk újra fölrázni az embereket, jó értelembe fölrázni, megmozgatni, hogy érezzük az együvé tartozást, ne csak a befelé fordulás legyen, meg tudom, hogy a mai világban rengeteg dolgot, feladatot ró ránk a megélhetés. Semmire nem lehet azt mondani, hogy olcsó. Egyetlen egy dolog olcsó csak a munkaerő. Azt talán nincs megfelelő módon megfizetve, sajnos nem tudunk ezzel mit kezdeni, de bízom abba, hogy aki becsületes munkával tud és akar dolgozni, meggazdagodni ugyan nem fog, de legalább tisztességben meg tud élni. Nagyon remélem azt is, hogy a nyugdíjaknak is van olyan értéke, vagy lesz olyan értéke, amiből egy család tisztességgel megélhet, tisztességgel eltartható. Ezek a dolgok nem rajtunk múlnak, én ezt legfeljebb csak jó kívánságként tudom elmondani önöknek, de remélem, hogy így lesz, és mindenki valamilyen formában becsülettel meg tud élni. Mert önök azok, akikre jellemző, hogy a becsületes munka. Önök azok, akik megmutatták, hogy lehet és kell dolgozni, tudnak és akarnak dolgozni, mert véleményem szerint a bányász munkához, feladathoz egyetlen egy van, ami hasonlítható talán, az a kohászoknak a munkája, mert amikor az embernek a föld alá kell bemenni, mozgása, látása korlátozva van, és ott akkor még tevékenységet is kell végezni, hát ez nem egy gyönyör. De önök azok, akik vállalták ezt a feladatot, ezt a nemes feladatot, és hát ezért csak köszönet illetheti önöket. Köszönöm szépen. Én sokáig húzni itt a szót nem is kívánom. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést, és szeretném itt átadni a mikrofont és a terepet Hegyesi Hudik Margit művésznőnek. Ja, és többet nem olvasok, mert ez már telefonszáma. Arra viszont nem vagyok felhatalmazva, hogy ezt is elmondhassam. Majd utána megbeszéljük. Remélem, hogy jó szórakoznak, a műsor után pedig a elköltendő ebédhez jó étvágyat kívánok. Köszöntök mindenkit. Elnézést, be kell, hogy valljam, nem tudom, hogy mit tetszenek tudni, de miattam késtünk egy picit, mert hát csak 15 éve élek Egerbe, és én kicsit megkerülve Egercsehi fele jöttem, gyönyörű volt a táj, szóval egy picit nem tévedtem el, csak hát szóval messzebbről jöttem, mint gondoltam, vagy terveztem, de itt vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eltetszettek jönni, és ilyen sok szép szál legényt látok. Éppen megállapítottam, hogy feleségeket nem is tetszettek hozni. Ennek egy dolog miatt örülök. Egy dolog miatt örülök, mert arról volt szó, szóval szerettem volna egy férfi színész kollégámat hozni egy darabon, akikkel szoktam dolgozni, vagy eljárni, így műsort adni. Mindegyik próbál, vagy kettőig a színházba, vagy háromtól. Tehát egyszerűen nem fér bele, mert hát gondoltam, hogy majd a hölgyeknek is legyen ugye azért egy kis szívükhöz való. De hát így már úgy látom, hogy remélem, hogy nem lesz baj, hogy nem hoztam. És remélem, hogy jól tetszenek szórakozni. A műsoromat közel egy órában úgy válogattam össze, hogy legyen benne több műfaj, mert hát gondolom, hogy mást is tetszenek szeretni, nem csak a nótát, de az is lesz. Operett is lesz. Egy musical is lesz, és ilyen zenés darabokból, úgyhogy tessen nyugodtan tapsolni, táncolni, engem is fel lehet kérni közben. Az egyik a zenés darab, Eisenman Mihály Fekete Péter zenés darabjából egy részletet, utána pedig egy másik
biztos, hogy ismert lesz, de tessenek már velem énekelni, vagy integetni, vagy valami. Hát, jó? Mert úgy megtetszettek szépen, hogy én is majdnem. Az ismertebb operettjei.
Na, mert azért, mert most egy, szóval három olyan dalt gondoltam elénekelni, ami a szülőföldről, a gyerekkorról, a szerelmekről, a növényekről, az, tehát az életről szól. Remélem nem vitt éjfél. Ahogy nem. Messze a nagy erdő, messze száll a felhő, messze megyek édes rózsám tetőt. Megszakad a szívem, nem hallod a hírem, én se hallok hír sohasem. Thank you.
Sugar, silver, blue, gold, and red.
Világ szikor,
Yeah.
ott, ahol a hatos se megáll. Szemben az edeke cigány a zenél, arra jön el szívembe fáj. De ott lesz ugye már, lesem, hogy jövő már, mi ránk egy icike, picike mozi vár. Itt ezért hívtem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. De ott lesz ugye már, lesem, hogy jövő már, mi ránk egy icike. Hát mivel ugye pár napja tudtam meg, hogy ide jövök, és én azért elég sok mindent énekelek, mondhatom minden nagyképűség nélkül, de egy dolgot még soha nem énekeltem, és ez pedig a bányász himnusz. Úgyhogy megszereztem, igen, földön a kortáját, és ugye nem tetszenek cserbe hagyni, ezt megtudtam itt két nap alatt, de még kívülről nem bírtam. És ugye elénekeljük egy. Jó, elején, remélem, ahogy nekem van írva, én csak így tudom. Tehát ismertem, de nem tudtam eddig. És akkor ezzel szeretnék búcsúzni, és további jó egészséget kívánni, és még egy információt hagy mondjak, hogy van kétfajta CD-m, ami tavaly és tavaly előtt jelent meg. Az egyiken nóták vannak, a másikon pedig musicalek. Hoztam, ha valaki esetleg érdekli, dedikálom szívesen, és megvehető, megvásárolható nálam, mert szerintem már vissza nem rohanok. És akkor most énekeljük el együtt a bányászimnuszt. Jó. Azt mondjam, szerencse fel, szerencse le, ilyen a bányász élete, váratlan mész rohanja meg, mint bészetőt a fergeteg, nem kincs után soha. Turn!
Szerencsét!